Magyarország támogatja Svédország NATO csatlakozását, és nem mi leszünk az utolsó ország, amelyik ratifikálja a svédek észak-atlanti tagságát. Ezt Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter mondta híradónak, miután Oszlóban találkozott norvég kollégájával. A magyar honvédelmi miniszter arra is kitért, hogy a politikában nem szerencsés üzengetni. Ezzel arra utalt, hogy az amerikai védelmi miniszter szerdán azt mondta, jó lenne, ha júliusra Svédország már NATO tag lenne. Norvégiából Novák András tudósít. Most először találkozott a magyar és a norvég védelmi miniszter négy szem közt egymással. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, kiemelt téma volt a svéd NATO csatlakozás ügye. A tárcavezető arról is beszélt, hogy Magyarország kormánya és ő személyesen is támogatja a Svédország csatlakozását az Észak-Atlanti Szövetséghez, arra reagálva, hogy tegnap az amerikai védelmi miniszter azt mondta, alig várja már, hogy Svédország a NATO tagja legyen. Magyarország kormánya eltökélten támogatja Finnország és Svédország NATO csatlakozását. A honvédelmi miniszter kiemelte, hogy a Fidesz-KDNP frakciónak még vannak vitáik a svédekkel, de úgy véli, ezeket rövid időn belül tisztázhatják. Ez a munka most még zajlik, de én arra számítok, hogy hamarosan véget ér, és akkor eljuthatunk a ratifikációig. Én azt gondolom, hogy Magyarország semmiképpen nem lesz az utolsó ebben a sorban. A Magyar Nemzeti Hadfelszerelési Igazgató szerint is fontos Svédország NATO csatlakozása. Három északi ország, Norvégia, Svédország és Finnország a Nordefco szerződés keretében eddig is együttműködött. Eljárásaik a NATO eljárásoknak megfelelő eljárások voltak úgy is, hogy a két ország, Finnország és Svédország korábban nem volt a NATO tagja. Szalai Bobrovnicki Kristóf arról is beszélt, hogy Norvégia azért is különösen fontos partnere Magyarországnak, mert hamarosan már egy amerikai-norvég NASAMS nevű légvédelmi rendszer védi majd hazánk légterét. A magyar honvédelmi miniszter még egy napot marad Norvégiában, holnap a Kongsberg hadipari vállalathoz látogat, ott pedig magyar katonákkal találkozik, akik a NASAMS légvédelmi rakétarendszert tanulják kezelni. Az ATV híradóját Oszlóból, a norvég fővárosból Novák András tudósította.